Kovács Zsolt a DJ alapokat tulajdonképpen elleste mindenkitől, akiről úgy gondolta, hogy hasznos ez szakmában. Azt gondolom, olyan élményekkel vagyok gazdagabb, mivel kevés ember rendelkezik. Úgy gondolom ez. És az ember a jó dolgokat igyekszik újraélni. Találtam egy dalt, ami biztosan bejön mindenkinek. De intézzük fel, hogy volt vége. Nagyon megtetszett ez a szakma, és tulajdonképpen ellestem mindenkitől azt, amit úgy gondoltam, hogy hasznos el szakmában, és megpróbáltam ezt hasznosítani. Azt gondolom, hogy 17 év után mondhatom azt, hogy nem is voltam olyan sikertelen. 17 év után elmondhatjuk, nem is volt sikertelen a pályafutása, hiszen hatalmas bulikat tartottak az egykori ifi klubban, az ipartestületnél. Ennyi év után nehéz a legemlékezetesebb bulit kiválasztani. Akkoriban azért más volt. A diszkó az ez egy olyan dolog volt, hogy mindenkinek ez privilégium volt, hogy fölmehet az ifibe, és ez úgy nagyon szólt. Tehát ha valaki egy társaságban azt mondta, hogy menjünk fel a dizsibe, vagy az ifibe, egész pontosan, akkor annak azért úgy volt némi feelingje, amit más szórakozói nem igen nyújtott, azt gondolom a megyében sem. Tehát kevés olyan hely volt, ahol Tiszafüredről, vagy Tiszafüred felől egészen Egerig, lefelé Szegedig, a négyesen Debrecenig, és egészen Pestről volt állandó vendégünk. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan tény, amit úgy nehéz überelni, és nem is nagyon tudták. A retro bulira vert korosztály is kitolódott, hiszen nem csak a mai fiatalokat, hanem az egykori ifiseket is hívták és várták. Hajnalig sok zene belefér, de most csak a téren lesz buli. A mai este az tulajdonképpen a 90-es évek zenéjére fog támaszkodni jó részt, mert az volt a legsikeresebb időszak az ipartestületnek, akkor voltak a legjobb bulik, és akkor volt igazából slágerdiszkóba járni mindenkinek. Az, hogy más dal is felcsendül, fel fog nyilván, fognak új dalok is elhangzani, 1, 2, 3, 4, ezt még nem tudjuk mennyi. Hajnalig azért sok minden belefér? Sok minden belefér, fönt buli nem lesz, viszont mivel maga a rendezvény jellege az ipartestületre, illetve az ifi klubról szól, ezért igyekeztünk azt elérni, hogy ki tudjuk nyitni a látogatók előtt, hogy egy kicsit nosztalgiázzanak, és tulajdonképpen csak vendéglátóhelyként üzemel ma este. Az újrakezdés mindig nehéz, és hogy lesz-e folytatás, az a ma esti bulitól is függ. Én azt gondolom, hogy el fogja dönteni azt, hogy hogyan fog ez a város tekintetében ez csattanni tulajdonképpen, milyen érdeklődés övezi majd. Én nagyon bízom benne, hogy ez az 1.0, és lesz ennek folytatása mindenki számára. Nem csak nekünk, mint zenészeknek, hanem azoknak, akik is bulizni jönnek.